Ez a Pirkadat, a heti tévé reggeli műsora. Jó reggelt kívánok, Sebes György vagyok. Braille Péter szabadságon van, így ezen a héten jobbára én vezetem ezt a műsort. A Gergely naptár szerint 2019. augusztus 19-e hétfő van, a zsidó naptár szerint pedig Áv havának 18-a 5779-ben. A Gergely naptár szerint a névnap Huba. Gratulálunk, szeretettel köszöntjük Huba nevű kedves nézőinket, és szeretettel köszöntöm stúdiónk első vendégét, Jakab István, az országgyűlés alelnökét, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek, vagyis a MAGOSZ elnökét. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Augusztus 20-a állami ünnep, és többek között az új kenyér ünnepe is. Ez mit jelent önnek? Számomra az új kenyér azt jelenti, hogy egy hatalmas munkán vagyunk túl, a gabona betakarításán vagyunk túl, beérett annak a munkának a gyümölcse, amiért dolgoztunk. Elvégeztetett a munka, megvan az eredmény, megvan a siker, együtt a család is ünneplünk. És sikeres volt az idei betakarítás? Igen, az idei betakarítás sikeres volt. Azt kell mondjam, hogy ma már a magyar mezőgazdaságban a világ legkorszerűbb technológiája itt van, legkorszerűbb fajtái rendelkezésre állnak. GMO-mentesek, tehát nem genetikailag nem módosítottak. Egészséges minőségi élelmiszerről van szó. A hozamok tekintetében egy közepes hozamot értünk el, ami azt jelenti, hogy kenyérgabonából, ami közel 1,2 millió hektáron termett, ott 5,2 tonna per hektárt értünk el, őszi árpából 5,4 tonnát, ha a repcét nézzük, közel 3 tonnát hektáronként. Tehát ez azt jelenti, hogy közepes termés, jó minőségben és a gabona raktárokban van. A gazdák is elégedettek? Elégedett gazdát még nem láttam. Az nem gazda, aki elégedett, mert ugye mindent lehet jobban csinálni. Minden eredményt lehet még javítani. Ez olyan, mint a versenyzés a sportban. Tehát soha nem lehetünk elégedettek, mindig többre törünk, de ha úgy őszintén, ha belegondolunk abba, hogy az elmúlt év őszén porba vetettünk, tehát nem volt csapadék. Tavasszal vártuk a csapadékot, nagyon későn érkezett meg. Ahhoz képest, hogy milyen kilátásaink voltak tavasszal, ahhoz képest örülhetünk, hogy egy közepes termést betakaríthatunk. Én azt hallottam néhány napja, hogy a gazdák most kivárnak, és arra várnak, hogy nagyobb legyen a felvásárlási ár. De vajon mitől lesz nagyobb? Tehát érdemes várni? Tudja, én nagyon sokáig dolgoztam tanácsadóként, és én tanácsot üzletben, üzletpolitikában soha nem adtam, mert minden embernek megvan a maga döntése. Látni kell a folyamatokat. Azt elmondjuk, hogy milyenek a nemzetközi folyamatok. Azt elmondjuk, hogy várhatóan a világ gabona termése hogyan alakul, és a világpiaci árak hogyan alakulnak. Ugyanis a magyar gabona árát is a világpiaci árak határozzák meg, a nemzetközi tőzsdék árai határozzák meg, és nyilván lassan már minden gazda kezdi érteni, hogy a tőzsdére oda kell figyelni, amikor hallja a híreket, hogy a gabona tőzsdén hogyan alakulnak az árak. Tehát azt, hogy kivárni, hosszan várni, az nyilván minden embernek a lehetőségétől függ. Akinek van magtára, aki nem bértárolásban helyezi el a gabonát, és fizet azért, hogy tárolják a gabonáját, az nyilván megengedheti magának, és biztos, hogy jobbára tud később elérni. Mérlegelés kérdése. És ugye egy gazdaságban csúnya szó ez, hogy cash flow. Hogy a cash flow mit enged meg, mikor kell, mikor vannak fizetési kötelezettségeim, mikor kell, hogy befolyjon a pénz. Tehát ugye ezt minden gazda maga látja. Egy biztos, ha a cash flow indokolja, hogy ő értékesítsen és ne tároljon be, akkor ha jó szerződést kötött, mert érdemes szerződést kötni, ha jó szerződést kötött, leszállította a terméket, és innentől kezdve mindenki nyugodt és boldog. A nemzetközi folyamatok kedvezőek? Igen.
a nemzetközi folyamatok abban az értelemben kedvezőek, ugye a világ népessége folyamatosan nő. Igaz, hogy a táplálkozási szokásaink megváltoztak, de a gabona akkor is meghatározó szerepet tölt be a táplálkozásunkba. Éppen ezért én azt gondolom, hogy Magyarországon, ahol minőségi gabonát állítunk elő, és ma már nem csak gabonát viszünk a piacra, nem csak gabonát értékesítünk, hisz azért, mikor hallom, hogy megtermett az ország kenyere, én sajnos mosolyognom kell, kérem tisztelettel, mert Magyarország, a magyar agrár élelmiszergazdaság nettó exportőr. Tehát nálunk a hazai szükségletnek a dupláját termelik meg ma a magyar gazdák, tehát nyilván hogy ne teremne meg az ország szükséglete. A mi kenyerünk az mindig biztosított, de hát nekünk az nem mindegy, hogy 8 vagy 9 milliárd az exportunk euróban, tehát mi azért a 9 milliárd vagy a fölé törekszünk, hisz a nemzetgazdasági eredményekhez ez az ágazat nagyon nagy mértékben hozzájárul. A héten helyezték el a Szent István Bazilikában a Kárpát-medence arató koszorúját. Ez jelkép is. Igen, ez jelkép. Tudni kell, hogy az arató koszorú úgy készül el a hagyományok alapján, hogy mindig a gazdák az utolsó kévéből készítették. És attól függően, hogy az a gazda, akinek arattak, ilyen arató csapatok voltak annó, a múlt században, a múlt század elején, közepén. Milyen volt az ellátás? Annak megfelelően készítették el a koszorú minőségét, de ez tulajdonképpen az összefogás jelképévé is vált, az egység jelképévé is vált. És most ez a koszorú úgy készült el, hogy a Kárpát-medence különböző területéről érkezett az alanyag, és a Hajdonánás város, amelyik a szalmák városa is, tehát csodálatos szalmafonatokat tudnak és termékeket készíteni. Nos, az ottani, ma már iparművészi szinten űzik ezt a mesterséget az ottani asszonyok, készítették ezt a csodálatos koszorút, most a bazilikában helyeztük el, és a körmeneten visszük. Ezzel is jelezve azt, hogy a Kárpát-medence magyarsága, magyar gazdatársadalma együtt van, hisz nem csak a gabona gyűjtésében, nem csak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében vagyunk együtt, hanem együtt vagyunk akkor is, amikor ünneplünk az ünnepen is. Ezt az összefogást, ami sikeres ezek szerint, nem lehetne ösztönözni az élet más területein is? Nézze, nekem az a meggyőződésem, hogy a magyar emberek, ha azt érzik, hogy valahol szükség van, akkor segítenek. Nyilván én értem a kérdését a más területre. Én úgy érzem, ha valaki a magyar nemzetgazdaság teljesítményét látja, ha magyar ország, a magyar nemzet fejlődését látja, akkor azt is érzékelheti, hogy van összefogás. Viták pedig mindig lesznek, mint ahogy a Föld minden országában sajnos előfordulnak. A kérdés az, hogy a viták során az eredmény milyen. Én úgy látom, hogy az a vita, ami zajlik Magyarország, illetve a magyar nemzet, nevezzük ezt nemzetnek, hisz Európai Uniós viszonyok között már nagyrészt a határon túli magyarság is ugye kvázi egy nemzetként képes működni, hisz ott, ahol már Schengenen belül vagyunk, az áruk szabad áramlása, mint ahogy a tőke is, az áruk szabad áramlása biztosított. Tehát az embereken múlik, hogy milyen kapcsolatot ápol a határon túli magyar embereken múlik, milyen kapcsolatot ápol a magyar az anyaországgal. Nyilván az anyaország is tudás export, technológiai export, tehát tudástranszfer, technológiai transfer, együttműködés a tudományban, a munkában, a fejlesztésben. Ez adott, mint ahogy adott azokkal az országokkal is, ahol a határon túl a magyarság él. Tehát mi azt gondoljuk, hogy egy erős magyar nemzet összefogásának az eredménye az, amit legutóbb már a KSH statisztikai adatai alapján látunk, hogy a magyar nemzet teljesítménye azért az Európai Unióban is elismerésre méltó. Tehát a viták ön szerint határon belül és a határon túliakkal is szűkebb vagy
tágabb értelemben megoldhatók? Én azt gondolom, hogy eddig is megoldottak voltak. A kérdés az, hogy ezek a viták mennyire voltak élesek. Nekem az a meggyőződésem, hogy az emberek érdekében, ha kell, vitatkozzunk, de tegyük azáltal is jobbá az emberek életét. Akkor most térjünk vissza az augusztus 20-i ünnepre. Önnek vannak hivatalos kötelezettségei még ezen a napon, vagy mivel tölti ezt a napot? Én Békés megyében leszek egy nagyon szép ünnepen. Ott vagyok ünnepi szónok az augusztus 20-a a Szent István napi ünnepen. Ez új kígyós városa, és onnan érkezek vissza ide a bazilika elé a körmenetre, és ott a határon túli magyar barátainkkal együtt vonulunk majd. Önnek van valami kapcsolódása Békés megyéhez? Békés megyéhez, mint ahogy a többi megyéhez is van kapcsolódásom, hiszen a MAGOSZ elnöke vagyok, minden megyében megvannak a szervezeteink, és megmondom őszintén, most egy nagyon kedves barátom, küzdőtársam kitüntetést vesz át azon az ünnepségen, és én szeretnék ott lenni, és szeretnék együtt ünnepelni mindemellett a város polgáraival is. Megtiszteltetés számomra, amikor ott lehetek. Egyébként Hajdú megyével van szorosabb, hisz Hajdú megye szülötte vagyok, egy kis hajdubagosi település, halkan jegyzem meg, egy olyan település szülötte, hadd dicsekedjek, azzal, hogy egy olyan osztályban végeztünk, egy olyan kis 8. osztályban, egy 2000 lelkes faluban, ahonnan két országgyűlési képviselő lett. Ez szép. Ki a másik? Szabó Lukásnak hívják. Uh-huh. 8 évig egy osztályban jártunk. Ma ő a falu polgármestere, 2 cikluson keresztül volt képviselő. Én a 4. ciklusomban dolgozok és igen, szolgálok. Ezt tudjuk, és most már az országgyűlés alelnöke is. 3. ciklusom töltöm így. Miről fog beszélni, azt már tudja az új kígyósi ünnepségen? Igen, azt gondolom, igen. A múlt, a hagyományok, amelyek köteleznek bennünket, a jelen, amely alapját jelenti a jövőnek. Jakab Istvánnak, az országgyűlés alelnökének és a MAGOSZ elnökének nagyon köszönöm, hogy megszakította az ünnepek sorát és bejött a stúdióba. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget, és szép ünnepet kívánok.